Szóval azóta gondolkozom, hogy mit tudok róla mondani. Érdekes a kapcsolatunk, mert amellett, hogy nem meglehetősen ritkán találkoztunk, sajnos ritkán volt közös programunk is, akkor is főleg a Gyuri jó voltából. Hát amikor a galériát megnyitottuk 81-ben, nem az első, de még abban az évben jelentkezett azzal a nagy élője kiállítással, ami fantasztikus volt. Nem csak minőség, de ez egyáltalán összefogott. Megvan a katalógus, hogy hány embert a világ minden részéről, és kik voltak benne. És hát ilyen, volt olyan alkalom is, mikor ő megnyitott egy zászlókiállításomat. De egyébként, hát, ha találkoztunk, örültünk egymásnak, és tudtuk, hogy mit csináltunk, talán titkot belőle, legalábbis a munkánkkal soha, tehát nem volt nehéz tudni, hogy egyformán gondolkodunk. De én most is tudom, pedig nagyon rég nem láttam, hogy most is egyformán gondolkodunk. Tehát ő egy stabil ember minden forradalmi lobogásával együtt. Na, most furcsa, azért is furcsa róla beszélni, mert én amellett, hogy ritkán, hát nem ritkán, de hát alkalomattán találkoztunk, és, de hát egészen a kezdetektől volt szerencsém ismerni a működését, nem rossz az, hogy munkásságát, működését, és majdnem zavarban vagyok most is, hogy róla beszélek, mert rendkívül módon tisztelem őt, és tiszteltem mindig. Pontosan az eltökéltségét, a céltudatosságát, hogy megtalálta azt, amivel... Szóval nem elég a szenvedély, amiben például én óriási vagyok, de az, ami benne is, azt hiszem, soha nem fog kihalni, vagy nem fog elfáradni, de ő megtalálta azt, amivel a legtöbbet tehet, és létrehozta. Amikor eleinte nem is értettem, hogy ezt úgy mellékesen, hobbiból csinálja, de hát létrehozta ezt az egész szervezetet, mert ez ma már egy szervezet, ugye? Úgyhogy én nem is tudok róla többet beszélni. Nagyon tisztelem, nagyon kedvelem. És az külön még tisztelem azt a kapcsolatot, ahogy ketten a feleségével kezdetektől fogva együtt építik ezt a munkát. Mit mondjak erre? Hogy ahogy együtt dolgoznak tényleg, és hogy ez megtörtént, szóval létrehozták ezt, amit eleinte az ember azt gondolta, hogy jó, hát ez egy hobbi, de nem, ez egy nagyon profi dolog. Tehát szenvedélyes és profi.